egy érdekes úszótípusról pár gondolat. SPP 26 a fantázia neve. Ezeket a hosszú antennával ellátott úszókat kifejezetten pasztás horgászathoz fejlesztették ki. Erős trapabíró, test elmozdul a száron, tehát belső zsinórvezetéses főzsinórunkat ott vezetjük el, és egy sokszínű, 5 mm-enként különböző színeket tartalmazó antenna, ami kellően hosszú ahhoz, hogy egy pasztás rakósbotos horgászatot tudjunk vele megvalósítani. Tulajdonképpen ennek a hosszú antennának és a színskálának a lényege az az, hogy a pasztánk fogja az úszót bemeríteni, az úszótest tetejére súlyozzuk, amikor a pasztánk leoldódott, akkor az úszó teljesen kiemelkedik, és azáltal tudjuk, hogy újra kell csaliznunk. Szára üvegszál, antenna tömör, ugye jellemzően pasztával pontra horgászunk, általában nem is kisméretűekre, ez az úszó bírni fogja az ott fellépő erőhatásokat.